és költözünk fel a dicséret szerint. A te dolgodat járítsunk, gondolkod, gyertek és költözünk fel a dicséret szerint. Gyertek és költözzük fel a dicséret szellemét. A te olajon áradjon át trónodról. Gyertek és költözzük fel a dicséret szellemét. Örömöd! A te örömöd áztasson minden folyó. Yeah.
más lesz az érzéknek, Isten országa eljött közé. Üzzék a szívünkben, milyen az előtt sorsan látunk. Más lesz az érzéknek, Isten országa eljött közé. Testvéreim, bátorítalak titeket, húzdítalak titeket, kérlek titeket. Én tudom, hogy azért jöttél el ide ma, mert nagy dolgokat vársz az Úrtól. Tudom azt, hogy azért vagyunk itt együtt, mert meg akarjuk látni az Isten dicsőségét. Amen. Testvéreim, azok mindnek fogjuk látni, akik készek vagyunk áradni a Szent Szellemmel együtt. Kérlek, bátorítalak titeket. Gyertek nyugodtan ide előre. Vannak itt zászlók. Vannak itt csörgők. Oda tudom nektek is adni, ha kell. Egy a lényeg, hogy a szívünknek a teljességét adjuk oda ma az Úrnak. Ne tartsuk vissza semmit ma. Mit szóltok hozzá? Jó? Ébresztő. Tudjátok, annyian imádkozunk az ébrenésért. Hát ébresszük fel Magyarországot a mi dicséretünkkel. Ébresszük fel ezt a nemzetet a szellemvilágba, hadd ragyogjon széjjel az Úrnak a dicsősége. Csak azért, amit mi itt ma csinálunk. Testvéreim, ez csak te rólad és az Úrhoz szól. Felejtsél mindenkit, aki itt van körülöttem. Legyél olyan, mint Dávid, amikor táncolt az Úr villádája előtt. Felejtsd mindent, amen. Kérlek, gyertek ide előre, jó? Hátrak legyetek. Legyünk gyermekek az Úrért. Valami nagyon jó történik velünk.
Thank you.
Mindenki eltéved, de csak te tudtad a végső feltétel. Az ára volt a véget, élhetünk tisztán, kit szeretnénk is már. Eljöttél, szép szélet, kirabolt juhait közé. Mindenki eltéved, újra átkorol,
mint szarvas hős folyó vízhez, úgy vágyik lelkem Istenhez. Ő megszabadít, elveszi véden cseppet. Gyerem újra átkarol, nekemre minden látsz meg úr. Ez igazán az, ami vár. Amit te szereztél,
a te haláloddal, a te feltámadásoddal, Uram. És ez a kegyelem most egyre jobban kinyílik a mi szemünk látára, a mi szemeink előtt, és tudjuk venni ezt az tökéletes, igaz szeretetet, Uram, amit te adtál nekünk. Köszönjük, Istenem, hogy adtad nekünk a Názáret Jézus Krisztus a szeplőkben, hibákban, tiszta bárányt. Beszületett ebben a világban, úgy, mint ahogy mi beszülettünk ebben a világban, Uram. Közel jöttél hozzám, itt élsz a mi szívünkben, Uram. És nem vagyunk már ugyanazok, mint akik voltunk. Mert megérintett a te szellemed, bennünk élsz, Uram, és formálod az életünket, Jézus. És te nem bántasz, elbukunk, mert ismersz bennünket, Uram. És ez a kegyelem addig szól, amíg ezen a földön vagy. Köszönöm, hogy szeretsz bennünket. Imádunk téged, te is szépen. Egy hitbeli cselekedetet. És ez pedig az, hogy amikor van bármilyen készüléked, amit fogod a kábelt, és bedugod az áramba a csatlakozót, akkor abban a pillanatban valami átjön az áramból, és az a készülék elkezd működni. Azt láttam a szellemben, hogy nyújtsuk fel mindannyian a kezünket, és legyen a kezünk most olyan, mint ez a csatlakozó. Csatlakozunk most be a mennybe, mit szóltok hozzá? Csatlakozunk be a mennyei áramkörbe, a mennyei áramforrásba. Ó, becsatlakozunk most a mennybe. A Jézus nevében.
kapottad Úrtól, jöjjön gyorsan és oszta meg velünk. Halleluja, tudjátok, Isten nem csak hozzánk beszél. Isten mindenkit akar használni, csak azért kérlek, hogy gyere föl ide, megerjedjen a mikrofon. Azt mondja, hogy ezt a kincset cserépedényben őrizzük, ahogy az erő tulajrad nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Minden felül szorongathatunk, de össze nem szoríthatunk. Bizonyságunkban élünk, bizonytalanságunkban élünk, de kétségben nem esünk. Üldözés szenvedünk el, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítene, de el nem pusztítanak. Amen. Testünkben Jézus Krisztus szenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkben. Amen. Halleluja. Ment a dicsére. Halleluja, köszönjük szépen. Hogy ez az ige most élő és ható, és kérlek Uram, hogy ennek az igének a tekintélye, ez a kenete, a dicsősége, Uram, most áradjon ki a mi testünkre, és újítsa meg, elevenítse meg. Köszönöm, Uram, hogy most jön a dicsőség és élő reménységet hoz, hogy semmi nem árthat nekünk, sem magasság, sem éjség, semmilyen teremtmény vagy körülmény nem szakíthat el az Istennek a szeretetétől, ami Jézus Krisztusban van, és kihirdetem, hogy most lehullanak a láncok, megtörnek az igák Jézus hatalmas nevében, mert az Úr a szabadító, és a dicsőségnek a királya itt van, és a kenet megtöri az igát, megtörik az iga Jézus nevében. Amen. Minden reménytelenség, félelem Jézus nevében eltávozik, ami elménkről, elhagyja a körülményeinket, a kapcsolatainkat a Jézus nevében. Minden ördögi befolyás megtörik most, megtörik az iga Jézus nevében. Amen. Amen. Tudjátok, amikor dicsérjük az Urat, egy csomó minden történik a szellemvilágban. És akarom, hogy érezzétek, és lássátok meg ti is, hogy ne csak mi lássunk, ne csak mi érzékeljük, hanem ti magatok is. És ezáltal tanuljunk. Mit szólnátok hozzá, hogyha mindannyian fölállnátok, és oda mennétek egy olyan személyhez, akivel még nem találkoztatok, vagy akit alig ismertek. És mit szólnátok hozzá, hogyha most elkezdenénk egymásért imádkozni? Mert azt érzékeltem szellemben, hogy mi alatt már én arra vágynék, hogy bemenjünk, és csak imádjuk, és imádjuk, de többen vagytok, akik még nem álltok készen. Többen vagytok, akik még azt mondjátok, hogy hogy imádhatnám az Urat, hogyha beteg a testem, ha fájdalmam van? Hogy imádhatnám az Urat szívemből, hogyha nincs pénzem, jön a karácsony, és se tudom, mit fogok a fa alá tenni, vagy lehet valaki azt mondja, még azt se tudom, mit fogunk enni? Vannak, lehet itt ilyenek közöttünk. Fogunk majd egy olyan lehetőséget is adni, hogyha az Úr bárkit arra indít a szívedből, hogy áldj meg valakit, aki itt van, és ha tudod, hogy nehézségekben van, vagy az Úr szelleme megmutatja neked, akkor adjunk annak az embernek, hogy senki ne legyen úgy, nem csak karácsonykor soha, de most főleg, ne legyen senki úgy, hogy nincs mit ennie, vagy hogy annyira nagy szegénységben van. Oké? Mit szóltok hozzá? Mit szólnátok hozzá, hogyha keresnétek egy olyan párt magatoknak? Bárki lehet. Itt a teremben, akit vagy nem ismertek egyáltalán, vagy alig ismertek. És ha az Úr bármit mond nektek, proféciát arra másik emberre, akkor profétáljunk egymásnak, és bátorítsuk egymást, mert Isten szelleme át akar törni. Azt látom, hogy mint egy hatalmas zuhatakként át akar törni, de még mindig vannak gátak, de ezek a gátak ma át fognak szakadni. Amen. Valakinél már teljesen átszakadt, valaki már teljesen ott van, hogy hú, de valaki még mindig ott van, hogy még kell egy kis lökés, még kell egy kis segítség. Úgyhogy segítsünk most egymásnak, mit szóltok hozzá? Jó, megvannak a párok? Mindenkinek van valaki? Mindenki talált valakit, akit alig ismer? Aha, nyugodtan. Találjon mindenki egy párt magának. És egyszerűen csak kérdezd meg az Urat, hogyha úgy érzed a szívedben, hogy proféciát akar adni az Úr a másik embernek, elcsendesedve figyelj, és kérdezd meg, hogy Istenem, mit akarsz üzenni a te lányodnak, vagy a te fiadnak, van-e valami, amivel bátorítani akarod ma őt,
Vagy ha van konkrét imakérés, akkor mondjátok el egymásnak, és imádkozzatok egymásért, mit szóltok hozzá. Ha nem, akkor most indul az ima.
Jézus Krisztust szolgálom mi. Halleluja! Adjunk Jézusnak egy tapsabb, mint szóltatban. Jézus, köszönjük, hogy értéltettél a keresztül. És most, amikor majd venni fogjuk az úrvacsorát, közben is szeretnék majd énekelni az új albumról, és fogunk még majd dicsőíteni is, és fogunk arra is lehetőséget adni, hogy bizonyságot tegyetek, vagy ahogy Csaba mondta, megosszatok 5 percben valamit, amit az Úr a szívetekre helyezett, és nem is mondanék most többet majd akkor, jó?